pontosan mi is történik. Üdvözlök mindenkit, ez a szép Tomasz Jestén, Kocka Tamás vagyok. Nézzük is, miről szól ez a kísérleti hobby projektem, amit én vallom, Dodájónak neveztem el. Pontosan arról van szó, amit bemutatva. Van egy bemeneti nyelvünk, legyen az a Ruby, ebben meg van írva egy programozási kód, ami éppen csinál mi valamit, és igazából ez csak persze, csak egy ilyen kis valami, semmi értelme nincs, és ezt átalakítjuk egy másik nyelvnek szintaxisára, az jelenleg most itt C-sharpot láthatjuk. Felvehet az emberbe a kérdés, hogy vajon miért csinálna ilyet bárki is. Most én a Tezoidnál dolgozok, mint Security Engineer, emiatt a termékeinknek részletes palettáját napi szinten ellenőrizgetem, és így nagyon sok nyelvvel találkozok. Ezért mindig is lenyűgözött a nyelvek közötti különbségek, hogy vajon mennyire egyformák a nyelvek, mennyire lehet őket közössé tenni. És ennek megfelelően én ezt a projektet meg is csináltam, hogy ez jelenleg 11 darab nyelven működik, ami jelenleg a Java, C++, Python, C#, PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Swift, Go és TypeScript. Ezt nagyrészt megnéztem, hogy milyen programozási nyelvek a legnépszerűbbek, és annak a mintájára állítottam elő. Azt tudni kell, hogy igazából ez a kód generálás részével vonatkozik, van egy kód olvasási része is, ez kevesebb nyelven támogat, ez csak a C#, PHP, Ruby és TypeScript jelenleg, de egyébként egy nyelvet körülbelül egy ilyen fél nap alatt adtam hozzá, szóval ez változhat elég hamar. Nézzük is, hogy hogy működik ez az egész dolog. Nagyon egyszerű három lépést vehetünk. Az első lépés az, hogy feldolgozzuk a bemeneti forráskódot. Itt ha például veszünk egy nagyon egyszerű kifejezést, ami csak kilogol egy számot a képernyőnkre, ezt össze egy szép fává alakítjuk, ezt most nem kell megérteni, hogy pontosan mi is van itt, otthon meg lehet is nézgetni a diákat. Lényeg, hogy lemetteljük a kis modulunkra, belső modellünkre, amit utána használni tudunk. Ekkor a második lépés, hogy ezt a modellt transformálgatjuk, hogy nekünk jó legyen. Itt ez a példán például az látszik, hogy különböző változókat berakunk egy darab szövegbe, például PHP-ban, de ezt mi TypeScript-ben, hogy egy kicsit natívabb legyen az élmény, ezt mondjuk már template stringekkel csináljuk meg. Ez például egy átalakítás a sok közül. Illetve természetesen jön a harmadik része a dolognak, amikor szeretnénk valami kódot generálni belőle. Itt kicsit átlépünk pár dolgon, de nem csak transzpálálnak, hanem saját programozási nyelvnek is neveztem ezt a dolgot, ez pedig azért történik, mert ha bár szintaxisa nincs, például a én nyelvemben, hogyha valamit ki szeretnénk írni, az oneconsole.printnek írjuk, nem pedig másképp, de ez nem látszódik, mert a különböző lépéseket tehát szépen elfedik. Lényeg, hogy amit látsz, van egy bemenő programnyelv és van egy kimenő programnyelv. Lényegében ebből összefoglalható, hogy mi történik. De azért kicsit menjünk jobban bele, hogy pontosabban kis tud a cucc. Az első hiányosság igazából, hogy jelenleg csak sajnos szintaxis konvertál, tehát mondjuk a megszokott standard library-tek, amiket használtok, azt el lehet sajnos egyre felejteni, ez lesz majd a következő lépés az egész projektnek. Tehát, hogyha mondjuk szeretnétek egy random számot lekérni, és beírjátok, hogy mass.random, akkor arra azt fogja mondani, hogy bocs, ötletem sincs, hogy ez micsoda. Viszont az egész projekt az úgy készült, hogy elég ilyen hackelgethető, tehát nagyon könnyen, gyakorlatilag kódmódosítás nélkül bármikor hozzá lehet adni a mondjuk már említett akármilyen hiányzó standard library függvényt. Például a kimenti nyelvek is, mint az egy nyelv, az igazából egyáltalán nincs belerakva a programozási kódba, hanem csak ilyen templétek egy-egy fájl templétjei rakják őket igazából össze. Ezen kívül támogatok egy nagyon-nagyon egyszerű kis öröklést, kis reflection-t. Tudok olyanokat, hogy mondjuk egyszer négy nyelven írhatod ugye azt a programozási kódot, akár váltogatva a nyelvek között. Illetve van egy egyszerűbb ilyen kis weboldal, ami így néz ki. Sajnos gondolom, ácsosorokban nem sok minden látszik, úgyhogy csak higgyétek el nekem, hogy a bal felső sarokban például ott van a TypeScript, ugye az a kód, a jobb felső a PHP-ba, a bal alsóba a C#-ba, és a jobb alsóba pedig Ruby-ba. És ezt itt most pontosan meg tudod csinálni, hogyha ide ebbe a kódba belérsz valamit, az az összes egy többi ablakba simán frissül, átnéz a másik ablakba, ott is átfiódik a többi nyelvre, tehát teljesen aktív az élmény. Vannak elég sok problémák, amikkel szembesültem a fejlesztés során, ezekből sok megmaradt, és most időnk nincs rá, de hogy átnézzük. Például bizonyos nyelvek elég kényesek, ez főleg az új nyelvekre vonatkozik. Swiftnél például azt mondod egy változóra, hogy ez a változó konstans, akkor nem tudod módosítani. Ez
teljesen elváltó működés. Viszont ha azt mondod egy változóra, hogy az módosítható, és te nem módosítod, az ugyanúgy compiler error. Ez azt jelenti, hogy mindenféle dolgot ki kell találni az én compilernek, hogy azért a generált kód hogy működjön, mert valahol egyáltalán nincs arról szó, hogy egy változó módosítható vagy nem. Felmerül a kérdés, hogy vajon ezt hol használják. Na, ezt tudni kell, hogy ez nekem egy ilyen full point projekt, tehát így nem igazán foglalkoztam soha azzal, hogy ennek legyen felhasználási területe, de alapvetően azt mondanám, hogy ez ott jöhet szóba, hogyha te vagy egy cég mondjuk, és customer-öket ki akarsz szolgálni, és a customer-jeit mindegyik másik programozási nyelven szeret programozni, és neki valami SDK-t vagy valami ilyesmit kell nyújtanod, az ilyen esetekben lehet esetleg felhasználni arra, hogy jó, akkor te most valamikor megírod szép az SDK-dat, és igenem a 11 nyelvre, és akkor lehet szétszórni. Persze ez a mese, ez nyilván valóságban így nem működik. De azért vannak pár ilyen területek, ahol hasznos lehet, viszont a legtöbb ilyen területe már specifikusabb, nem ilyen generikus dolgokat már nyújt, vagy léteznek megoldások, mint például vanlang. Például egy restopit akarsz, akkor ott van a Swagger, amivel le tudod generálni, hogy mondjuk fájlokat akarsz parzolni, vagy szerűrelázolni, ráadásul bilányos formátumban, akkor például van egy jó kis projekt. Nem biztos, hogy hallottatok róla, ebben is benne vagyok, ez a Kajtán Struct, ilyeneket ajánlok. És még nagyon gyors kitérés arra, hogy mik a tervek. Hát egyszer nyilván szeretnénk egy package manager-t, ahova feltöltetik az egyes emberek, ha megírtak valamit. Ezt lehet, hogy mondjuk csak két nyelvre írják meg, de ez úgy lesz kitalálva az egésznek a konstrukciója, hogyha mások pedig még két nyelvhez megírják, akkor már négy nyelvre lesz megírva, tehát igazából ilyen tökre community feeling, beképzelme a dolgokat. A cuccok egyáltalán is dokumentációja, nincs websájtja, leszámítva ezt az idét, nyilván ezt pótolni kell vele. És az ultimate cél természetesen az, hogy hát, ha már van egy valamit, ami egy nyelvből bármilyen nyelvre át tud alakítani, akkor ezt a valamit is alakítsuk át úgy, hogy tehát, hogy a vanlangot is írjuk meg vanlangba, tehát igazából a vanlang is fut bármilyen nyelven, amit csak akarjuk, és így bármilyen nyelvből, bármilyen nyelvbe, bármilyen nyelven keresztül tudsz alakítani. Tehát nyilván ezt mondom csak a mókázás részt, ezt én sem gondolom komolyan, hogy ez bármikor meg is valósulhat. Hát nagy részt ennyi lenne, nyilván csomó részlet van, de erre sajnos 5 perc kereténből, pontosabban 7 perc kereténből nem tudunk kitérni, úgyhogy kérdések. Igen? Memóriakezelést, azt lehet, hogy valahogy intézni? Tehát, hogy mondjuk a C++ volt new delete, de a Java-val meg new, de nem kell delete. Azt történik, hogyha egy tehát ilyen dolgokat nem talál ki magától. Azt történik, hogyha bármi olyan van, ami a közös subsetben tartozik be, például a memóriakezelés, akkor attribútumokat lehet használni, hogy ez a sor felette mondjuk szeretné egy new-t hívni, és a template generátorba bele kell írni, hogy akkor oda olyan kódot generáljon bele. Tehát igazából nem mondja meg ezt a problémát, ezt neked kell megírnod, hogyha C++ szeretné támogatni. Ha nem szeretné C++ támogatni, akkor jó az összes többi nyelvre. Most jelenleg a C++ az izéket használ smart pointereket, de egyébként biztos, hogy nem jó kódot generál. Igen? Le lehet fordítani ezeket, tehát, hogy futnak a menetek? Fogok egy algoritmust, bináris pályát. Mondjuk ezt pont nem tudok kontrolni. Úgy működik a dolog, hogy van előre, megint nem fér bele, de van egy compiler backend, amit gyakorlatilag azt csinálja, hogy az összes compilerre leküldi a forráskódot, és megvan írva, hogy ilyen in-memory csinálja a dolgokat, hogy nagyon gyorsan jöjjenek visszajelzések, tehát ezzel ki lehet próbálni, hogy lefut-e, és azt nézi, hogy három állapota van, ugyanazt dobta az összes forráskódnak az eredménye, más eredményt adtak, de azért lefordult, és van a piros, ami pedig le se fordult. És hát nyilván is ennek irányába megyek, hogy fogom valamit ki, akkor próbáljuk, hogy utána ezt meg lehet benne írni. Hát nem, ez nem is fordul, akkor reszelek rajta kicsit, vagy pedig más eredményt ad. Tehát például nyilván valakulnak, hogy bizonyos programozási nyelv az végtelen precizitású számokat kezel, bizonyosak az int 32, meg uint, vagy ulong, és akkor az ilyen hibákat, hogy meg kell máshogy oldani. Akkor én meg kérdeznék még egy kérdést. Jó, akkor ha így megjelensz kapcsolatban, azt kérdezhetünk. Igen, tehát, hogy van a Code Wars, ahol nem is van. Jó, tehát hogy vannak feladatok, amiket meg kell oldani a program nyelveket. Te választhatod meg, hogy milyen nyelven szeretnéd megoldani, viszont van egy feladat, akár több nyelv, amit nem gondolkodtál esetleg, de akkor ott van is mondok, hogy nem, de hogy
hogy valahogy az ott a császár legyél, hogy minden nyelven megcsinálni minden feladatot. Nem hiszem, hogy ez túl effektív lenne egyelőre még. Egyébként érdekes, kimentem ezzel publicba, így láttak pár tízezeren, és voltak érdekes visszajelzések, legtöbben persze nem értették, hogy mégis mi ez, de azért voltak például jelek, hogy hú, hát ezt még oktatásban tök jól fel lehetne használni, mert akkor itt az egyik nyelv, ha egyik nyelvet is már átkonvertálja a másikra, hogy szerintem teljesen halálátoknak tartom, mert így lehet nagyon félre menni nyelvek megtalálásába, de igazából eléggé generikus dolog, remélem, hogy fel lehet erre arra használni. Az merül csak fel, hogyha bennem, hogyha valamit meg van írva Pythonban, kifejezetten nem objektorientáltan, akkor azt mondjuk, hogy tudod átdobni Java-ba? Nem nagyon hiszem, hogy működik. Például Python az ugye egy dinamikus nyelv, ott például olyanok vannak, hogy a vannak az például statikus, és akkor be kell írnod, hogy ez a paraméter az M paraméter, ez mondjuk itt egy number kommentbe, és meg kell adni a signature, meg ilyenek, tehát igazából ez főleg arra a use case-re megy rá, hogy te új kódot akarsz írni, és több nyelvre akarod írni. Valahogy nekem az életem során ez a issue jött fel, és ez a fő fókusz. Az, hogy egyáltalán több input nyelvet támogatok, az csak azért volt, hogy a demo egy kicsit jobban nézzen ki, hogy ki tudjak rakni négy ablakot, és akkor így össze-vissza lehessen editálgatni, szóval... Mondjuk úgy, hogy ezt a projektet így fanból csinálom, ha valami nem fan, ott már így azzal kell is foglalkozni. Utolsó kérdés. Mennyire kellett készségszinten belemenned ebbe a 10x nyelvbe? Tehát magadnak mennyire kell ismerned ezeket a nyelveket, vagy egy ilyen keresztfordítót versenyt? Voltak meglepetések. Tehát például voltak ilyenek, hogy így össze volt adva, mit tudom én, 5 darab szám, és a Swift az fél perc gondolkozás után kitalálta, hogy hát bocs, ez kifejezés túl bonyolult. Jó, ez nem teljesen egy kicsit rajtítás, de például kiderült, hogy ott a plusz jel az overloadolva van 21-szer, és hogyha már 5 dolgot össze akarsz rakni, az 21-en, 4-en, és azt már úgy nem tudta kitalálni, hogy akkor milyen típus lesz, meg ilyen teljesen eszméletlen hibák mentek. Tehát igen, tehát ez abszolút egy tanuló projekt volt nekem. Tehát nyelveket is tanultál közben, magyarul? Így van. Tehát ugye tényleg mondtam, hogy a munkám során igazából találkozok ezekkel a nyelvekkel, és egy kicsit azért jobban megpróbáltam őket ismerni. Nem tudom, még egy kérdés, nehogy jelentkezik, de ott... Sőrben. Jó, rendben. Köszönöm.